Jó napot kívánok, szeretettel köszönöm Önöket a mai könyvbemutatókon, ahol Markó Bélának a Bocsásnék Kisztrák kötetét mutatnak. De erről beszélgetnénk, ez egy Fucsa című könyve, ez, és ugye azt hinnék egy szelíd elég kis költőtől, hogy egy ilyen vad szerzőt, az üvöltés szerzőjét idézi meg, tehát ami nagy nemzedéki leszámolás könyve ez. Nyilván kiadó dönt arról, hogy egy sokrétű könyvből milyen címet emel ki. De ez a vers azt hiszem, amikor megjelent is, nagy figyelmet keltett, mert valamiféleképpen az egész kötetre jellemző egy szembenézés, leszámolás, és más is hoz, mint a korábbi verseknek a tudósa. Egyrészt a kötetre több a szabad vers, és az anekdotikus vagy személyes elemek korábban a szemérmesebb költő voltál. Itt viszont valami egy világgal, amiben fölnőttél, azzal való nagyon bátor szembenézés ezek a vers. Vagy ez a vers? Igen, hát remélem, hogy jó estét kívánok, vagy jó napot kívánok, elnézést nem köszöntem. Tehát remélem nem arról van szó, ugye, hogy az idősödő poétának a hangja letisztul, és akkor kevésbé poétikus, de tisztább, meg elégikusabb, hanem arról, hogy ami engem illet egy ideig, hát szinte betegesen óvakodtam attól, hogy közélet és poézis az ugye egymásba szakadjon és összekeveredjen. És meg kell mondanom, hogy néhány éve rájöttem, hogy ez teljesen fölösleges, hiszen mindannyian abból építkezünk, amit tapasztaltunk, amit megéltünk és ami mögöttünk van. Itt például ebben a könyvben több olyan szöveg is található, amelyek gyermekkori élményvilágot hoznak vissza. Nem véletlenül egyébként, mert időnként az az érzésem, hogy amit gyerekkoromban megéltem az 50-es években, nem itt, hanem és 60-as években, hanem Erdélyben, Romániában, az már-már készül visszajönni. Remélem, hogy ez csak egy rossz vagy zavaros közérzetnek a lecsapódása. Másrészt pedig azzal is leszámoltam, hogy nem kell a versbe bevinni a mindennapokat, így általában, és hogy ne kellene a versbe bevinni akár a közéletet, vagy horribile diktó a politikát. Tehát ez a címadó vers, ez a Bocsáss meg Ginzberg, egyszerre kamaszkori nosztalgia is, mert az én kamaszkorom az 1900, a 60-as évek második felére esett, nevezetesen 1968, az minket talán a legérzékenyebb életkorban érintett meg, ez is benne van, meg hát az is, ami ebből ma kihallható és kiérezhető. Fölolvastam előre, hogy tudjuk, miről beszélünk, vagy legalábbis beszéltünk arról, hogy ezt a verset, amit itt hosszod a hasonlóan. Hát a vers az hosszú, de talán azért mégis inkább az egészet, mint részletet belőle. Meg egyébként is hát versben talán folyékonyabb vagyok. Viszont azért felállnék. Bocsáss meg, Ginzberg! Igen, én is láttam nemzedékem legjobbjait feltartott fejjel beleszimatolni a levegőbe, ahogy a kelet-európai kisvárosok izzadság szaga, az évszázadok óta poshadó szennyvíz, orrfacsaró büdössége mögött megéreztük a távoli szélfúvást, a soha el nem jövő forradalom puskaporszagát, azt a sűrű, szédítő, összetéveszthetetlen illatot, amelytől mindannyian megrészekültünk. Majd amikor elmúlt ez a kábulat, láttam én is nemzedékem legjobbjait lerészegedni mindenféle pótléktól, bortól,
verstől, szerelemtől, dicsőségtől, mert olyan volt itt is a vers, mint a világon bárhol, olyan volt a másnaposság, olyan volt a kétely, ugyanúgy takarta el tőlünk a mindenséget egyetlen női ágyék, de ha a szemünket behunytuk, nyitva maradt a fülünk mégis, és ha a szerelem íze elárasztott minket, tovább tapogattuk ujjainkkal a külvilágot. Láttam a barátomat aznap, hogy kijött a börtönből és vecsengetett hozzám, kölcsönkért egy táskarádiót, aztán egyedül halt meg egy fűtetlen vonatfülkében, és láttam a többieket is, akik halálra itták magukat, és láttam azokat is, akik besúgók lettek, láttam nemzedékemet, tudom, kik voltak, és tudom, hogy mivé váltak. Igen, láttam én is nemzedékem legjobbjait elgyávulni egy örökkévalónak hitt egyenruhától, láttam, amint egyre ritkásabb fürtjeiket átfésülik egyik oldalról a másikra, és láttam, hogy hányan belehaltak egy hangyaboly világ szörnyű magányába. Igen, nemzedékem legjobbjai voltak azok is, akik végül életben maradtak, de elfelejtették, hogy mire vártak, nem szaggatják fáról a cseresznyét, nem cseresznyéznek egy fáról a madarakkal, jól érzik magukat a bolyhos házikabátban, és ha azt a szót hallják, hogy szabadság, legelőször a nyári vakációra gondolnak, hosszan nézegetik a bedekkereket. Igen, már nemzedékem legjobbjai is alig-alig néznek a csillagos égre, nem írnak dühös verseket, nem konspirálnak a zsarnok ellen, szakácsműsort vezetnek a televízióban, nagy élvezettel teszik-veszik a serpenyőket, villámgyorsan szeletelik a hagymát, és egy-egy incsiklandó falattal lenyűgözik a műsorba meghívott fiatal színésznőket, vagy az öregedő rockénekeseket. Igen, nemzedékem legjobbjai emlékeznek még arra a versre, amelyben nemzedékének legjobbjait síratja a költő, hiszen ifjúkorunk közös élménye volt ez, de azóta a nem létező Isten nemzedékről nemzedékre felújított és újrahasznosított DNS-e megkopott bennünk, elfáradtak az ölükben elektromos gitárt ringató, torkuk szakadtából üvöltő, hosszúhajú kamaszok. Igen, nemzedékem legjobbjaiból miniszterek, államtitkárok, vezérigazgatók lettek, és hogy mostani álmaikat valóra váltsák, meg kellett tagadniuk hajdani álmaikat, és el kellett felejteniük, hogy mit ígértek a mára már hetet-hét országon is túl sírdogáló, elhízott, viszeres lábú szerelmeiknek. Igen, nemzedékem legjobbjai is megtanulták, hogy az elegáns szolgálati autókban a jobb oldali hátsó ülés az övék, és érkezéskor természetesen megvárhatnák, amíg a gépkocsi vezető megkerüli az autót, és kinyitja nekik az ajtót, de nemzedékem legjobbjai a lelkük mélyén még tisztelik embertársaikat, hiszen elreszegődtek valamikor, és nem veszik igénybe a segítséget, hanem fürgén kiugornak, és kezet nyújtanak az őket váró, ünneplőbe öltözött helyi hatalmasságoknak. Nemzedékem legjobbjai, ha akarnák, megértenék, hogy mit mondok, de nem akarják, mert elég bajuk van így is reggeltől estig, estétől reggelig, és kár, hogy csak 24 órája van a napnak, mert nemzedékem legjobbjai szeretnék ország és világ megváltó programjukat mielőbb gyakorlatba ültetni. Bocsáss meg nekünk, Ginsberg, hogy nem tudunk már üvölteni, és nem emlékszünk szavaid elviselhetetlen fényességére, el kellett fordulnunk tőled, hogy végképp meg ne vakuljunk, és hihetetlenül messze van már a remény, hogy virággal le lehet győzni bármiféle hatalmat. Nem lehet legyőzni, drága Ginsberg, én is láttam nemzedékem legjobbjait, egyesek megpróbálták, és belepusztultak, vagy még idejében abba hagyták, mások viszont meg sem próbálták, hanem inkább legyőzhetetlenné váltak ők maguk, és nekik persze nem lehet megbocsátani, de megbocsátok én is, mit tehetnék az utánunk jövő nemzedékek legjobbjainak, akik még nem ültek asztalhoz a Gecsemáné kertben, hanem egymással beszélgetve várnak téged.
tényleg nagyon más hang, és mindenkinek az üvöltés nyilván visszaidéződik, és persze nem azt akarja. És egy nagyon fontos elmet mondott, egyrészt az irodalmár mindig azt gondolják, hogy egy író meg kell újulnia, mást kell csinálni, ez egyszerűen igaz is, meg nem is. De ez, hogy tulajdonképpen a személyes életednek a kicsit bújnyos elemeit is belegondolja, ami a hatalommal vagy a politikával való. Másrészt meg ezt a fiatalkori valamit, amit a Ginsberg versik. De ez nem csak számvetés, hanem bizonyos nem leszámolás bizonyos illúziókkal, amelyeket akár egy politikusként, vagy egyszerűen egy ember élet vége felé az ember számol. Nem az lett az élet, mint amely. Tehát persze, hogy ez egyfajta, most rossz szóval, önkritika is, tehát magamat mondom és magamat is írom ebben a versben. Másrészt meg közhely is nyilvánvalóan, tehát hogy ne lenne közhely az, hogy aki fiatalon forraddal már, és aki pedig öregen, ugye, és így tovább, tehát mindannyian ismerjük ezt a közhelyet. Ettől próbálok szabadulni, miközben tagadhatatlanul, hogy nem szabadulhatok én sem. De azért azt gondolom, hogy kötelességünk végig gondolni azt, amit nekem Ginsberg kínál. Ginsberg az nem az én generációm, hanem egy jóval előbbi, tehát egy 50-es évek. Ekkor ért ide nagyjából. Ekkor ért ide, ekkor olvastam én is, most már nem emlékszem, hogy Orbán Otto fordította le először, vagy Őrsi. Mind a kettőre lefordították. De melyik előbb, azt nem tudom. Nem tudom, hogy ki volt az első változat. Orbán Otto. Nem teljes. Igen, az üvöltés antológiában nem teljes. A lényeg az, hogy hát hozzám akkor jutott el, 60-as évek második felében. Nem akkor született ez a vers, mint ahogy akkor jutott el. Akkor érdbe igazság szerint azt, amit Ginsbergék az irodalomban elindítottak, de ami a kultúrában is zajlott, ami a könnyűzet zenében azt jelentette, hogy Beatles, és így tovább, meg a virágok hatalma. Én azt gondolom, hogy az az illúzió, amit 1968-ban még Romániában, Erdélyben is meg lehetett élni a kultúrában. És ami nagyon érdekes, hogy az irodalomban például egybeesik szerintem a Szilágyi Domokossék, Lászlófi Aladárék, Páskándi Gézáék avantgárd indulatú, avantgárd vétetésű költészetével. Ez az illúzió bennünk akár politikai, meg társadalmi asszociációkat is keltett, hogy lehet a világon változtatni, és aztán kiderült nagyon hamar, legalábbis Romániában a 70-es évek elején, hogy nem lehet, és ez kapcsolható bizonyos értelemben azokhoz az illúziókhoz, amelyeket 1989 után mi megéltünk, ugye, hogy a demokrácia fölépíthető, és nagyon szilárd lesz, és nagyon kemény. És hát utólag kiderülni látszik, hogy ez nem olyan egyszerű. Remélem, hogy azért nincsen, és nem lesz szó olyan illúzióvesztésről, mint amit 1968 körül mi hát kamaszként megéltünk. Itt persze átmentem politikában, de nem, ez a kultúrában is zajlott, és az irodalomban is zajlott. Igen, nyilvánvaló, hogy ez a politikától való félelem egy olyan irodalmiságban, ahol minden politika volt, és ilyen áttételes beszéd, ez nyilvánvaló, hogy az ember tartózkodott ettől, és akár a többes számtól is, hiszen nagyon ritka ilyen ma verset, így nagyon korszerű számít. De látható, hogy egy nagy vers, majd azt mondom, akik nagyjából jelen vannak, ennek az emléke milyen erőteljes, és nem csak az eszmében, az az indulat, egy költészetben rendkívül sok egy dű, az a felrobbanás, és a fejedben van, és akkor meg nem azt követi, hiszen ez akár Párizs 68-a, Bukarest, vagy Prága, vagy Budapest, vagy nem ugyanaz, és másfajta tapasztalatok, és erre rámintázódik valóban 89, ahogy mondtad, hogy egyszerre illúzió lesz, és még mégiscsak csoda, több verset járja, hogy mégiscsak 89 megtörténik. Ebből a távlatból sokkal kevésbé patetikusan, de hát életünknek mégis az egyik nagy csodája ez. Igen, meg hát a kettő azért is nem kapcsolható teljesen egybe, mert az egyik az én véleményem szerint ebben a térségben csak illúziónak bizonyult, a másik viszont egy esély volt. Tehát 1989 után
kaptunk egy hatalmas esélyt mindannyian, én legalábbis személy szerint így gondolom, de nem csak rólam van szó. És ma legfeljebb arról beszélhetünk, hogy ki tudtuk-e aknázni ezt az esélyt, éltünk-e vele, hogyha igen, akkor mégis miért van ez a mostani szkepszis, ha meg nem éltünk igazán, akkor meg miért nem sikerül. Van ez a versed az a 89 szöztökben, korábban ilyesmiket nem mert, hogy nagyon egy hétköznapi protest történetbe mintázott bele ezt a váratlan történetet, hogy forradalom van. Ez, ennek a szkepszisnek a jele, a visszatekintés távlata, vagy egyszerűen költőileg is sokkal ilyetetik, prózaibb lettél? Igen, tehát itt ebben a könyvben van jó néhány olyan szabad vers, amely hát már-már egy ilyen szinopszisa egy lehetséges prózának, de csak szinopszis az én véleményem szerint, tehát ebben a pillanatban sem érzek, nem késztetést érzek, hanem nem tartom képesnek magam, hogy szép prózában megfogalmazzam mindazt, ami velünk történt. Egyébben, tehát dokumentum, prózában, memoárban, esszében természetesen igen. De hát ez az 1989-es romániai forradalom is, vagy felkelés, vagy lázadás, vagy egyesek szerint államcsíny, ez is ott van valahol a költészet és a próza határán, tehát mindmáig a visszaemlékezésekben is álom keveredik a valósággal, elegészen addig, ugye, hogy értelmezni sem tudtuk mostanáig, mert valószínűleg nem rendelkezünk minden információval, hogy mi történt Romániában. Azt tudjuk, hogy mi történt velünk, és hogy mit láttunk akkor, de hogy emögött mi volt, az kevésbé. Ez szerintem költészetben is izgalmas, olyan értelemben, hogy egy ilyen prózai, visszafogott, látszólag letompított fantáziájú vers típusra készített. Nem sokan ismerik, tehát ezt a verset, amiről beszéltünk az előbb. Ez is egy nagyon szokatlan hangja. Nagyon sokféle hangon a kötetben nyilván nem fogunk mindent demonstrálni, és ez egy célja kötet bemutatóan, de azokat a versekről beszélünk, amit a korábbi költészetében nem engedett meg. Egyébként egy kis és egyetlen költészet, egy soha kész. Az nagyon rossz, hogyha valaki önmaga mestere lesz. Igen, tehát ennek a versnek a vers, a címe, hogy milyen egy forradalom. Vittük a Skoda csomagtartójában a rózsaszínű műanyagkádat is, és abba pakoltuk a szalonnát, meg mindenféle füstölnivalót. Tulajdonképpen elfért benne a fél disznó, a másik fele a gazdánál maradt, csak ennyit vásároltunk meg belőle, de a levágásnál és feldarabolásnál természetesen mi is segítkeztünk, amire becsomagoltunk, dél is elmúlt, indultunk be a városba, mert a disznóvágást természetesen nem lehetett elhalasztani, de ott kint is végig a rádióra figyeltünk, a kolbásztöltés, a zsírolvasztás és a tepertő kipréselése otthonra maradt, annak idején, még csecsemőkorukban, ebben a kádacskában fürdettük a gyermekeket, gyöngyöző kacagással jutalmazták, ha új beggyel megcsiklandoztuk a hasukat, most pedig vittük az ennivalót télire, hallgatott a kettévágott disznó, csak egy fél röfögést hoztunk magunkkal, végigmentünk a Kölerásilor utcán, amelyet mindenki csak Kossuth utcaként emlegetett, mivel így hívták régen, a főtér sarkánál keresztbe fordított zöld harckocsik állták el az utunkat, vissza kellett tolatnunk, és végül kerülőúton mentünk haza, de közben láthattuk, ahogy néhány kamaszfiú öklömnyi kövekkel dobálta a harckocsik oldalát, azt kiabálták, hogy szabadság, döngött a vadonatúj páncél, néztem, hogy le fogják verni a festéket,
aztán amikor hazaérkeztünk, felcipeltük a műanyag fürdőkádat negyedik emeleti lakásunkba, majd rohantam vissza a főtérre, és oda is értem még azelőtt, hogy belelőttek a tüntető tömegbe. Ebben a pátosznak és az iróniának egy nagyon érdekes, úgyhogy korábban ezt az ironikusságot visszafogtad a történet, vagy a megélt traumák, vagy egy tragikusabb jelen vagy múlt, amiben benne éltél, az mintha nem engedte, vagy egy fegyelmezettebb költészetet teremtett. Ha tetszik ez az érdekesség, hogy a költészetedben a humornak, az iróniának nagyobb szerepe jut. Ez bölcsesség, tapasztalat, vagy saját magunknak egy kicsit kinevetése. Hát visszanézés saját magunkra mindenképpen, meg hát megint csak nem csupán irónia, hanem önirónia is. Ez a vers ugye arról szól, mert ez egészen különös dolog azt mondani, hogy egy vers valamiről szól. Igen, hogy 1989. december 21-én igazság szerint reggel már tudni lehetett, hogy az egy döntő nap, de nekünk volt egy egyességünk, hogy egy disznót le kell vágni, mert forradalom előtt és után is enni kell. És de még mielőtt kitört a forradalom, levágtuk a disznót. Hogy ennek ráadásul mindenféle szimbolikája is van, az igaz, de ezt a szimbolikát... Ezt meg a vers így megüt a végén. Tehát ugye ez a hatás. Tehát egy disznó megölésével kezdődött az a nap, de ez egy valós nap volt. Világos. Költészetben a valóság, ez egy fikcióvá vált. És több tüntető, most az egy tüntető halálával végződött ugyanaz a nap, mert belelőttek a tüntető tömegbe. Igen, tehát ez pátosz, ez csupa pátosz, csupa valóság és csupa pátosz, de az irónia is hozzá tartozik, mert hiszen az előbb illúziókról beszéltünk, és igen, sok-sok illúzió volt abban, hogy ugye egyik pillanatról a másikra minden megváltoztatható, miközben valóban sok minden megváltozott. Ami pedig a verset illeti és a költészetet, azt gondolom, hogy le kellett számolni a pátosszal valamikor, ez nem velem történik, és nem velem történt, hanem ez a magyar költészetben a 90-es éveknek volt az erős és markáns sajátossága, az irónia és az önirónia. Én úgy vélem, hogy már csak ennek a következményeit, az eredményeit építem be természetesen. De ugye akkor azt mondom, hogy a 90-es évek sok tekintve, a 80-as inkább már azt gondolt, hogy leszámol, az nem azt jelenti, hogy a patetikusság eltűnik, hanem hogy hogyan igazak a pátosznak, nem ezt a dagályosság értelme, hanem a szenvedés értelmében, vagy hogy hogyan történik a tragédia velünk, és ennek a versnek pont ez a erénye, hogy ezt a kettőt szétválaszthatatlanná teszi, mert attól az életünkben volt valami könnyűség a 90-es években, mondtuk ezt az egész dolgot, ezt a nagyon komoly, nagyon búcs, ezért inkább a paródia, a nevetés, a irónia felé, de sokszor tét nélkül. Sose követted, nem érted, hogy akkor is másfajta költészet. És egyrészt abba hagytad a költészet, amiről már nem akarunk beszélni. Volt egy döntés az életedben, amikor tök olyan nagyon hosszú ideig nem. Ez hosszú téma lenne, hogy az ember hogy tér vissza, mert általában nem szoktak sikerülni a visszatérések a költészet. Abba hagyja, és aztán nem lesz jó. Ez nem történt meg veled, ez egy elég nagy csoda. Hát persze visszatérni, nekem sem sikerült, semmiképpen sem sikerült oda, ahonnan elmentem, mert közben ugye a vonat az ment tovább, és itt az a kérdés, hogy egy mozgó vonatra, egy robogó vonatra föl lehet-e szállni, és hogyan lehet felszállni. Másrészt pedig hát ugye aranyév volt. Arany Jánost egy nagyon patetikus költőnek tanultuk, költőként tanultuk annak idején, miközben tele van iróniával. De mehetek vissza hát Csokonaira, és még visszább, ameddig még lehet a magyar költészetben. Én azt hiszem, hogy egyszerűen vissza kell szereznünk a jogot a pátosz mellett, a pátosz mellett az iróniához. Másrészt pedig igen, hogy ennek számomra van egy olyan aktualitása, hogy,
hogy lehet, hogy azért követtünk el számos hibát, kultúrában is, irodalomban is, én megint csak általában közéletről beszélhetnék, vagy akár politikáról is, az elmúlt negyed században, mert rendkívül patetikusan szemléltük a saját szerepünket és a saját feladatunkat. Én tudom, hogy velem ez előfordult. Tehát tudom, hogy mekkora pátosszal lehet szemlélni azt, hogy milyen feladatot és felelősséget kaptam én, vagy kapott más. Persze, hogy ezt a súlyt érezni kell, de nem biztos, hogy jó ehhez csupán valamiféle patetikus érzelgőséggel vagy meghatódottsággal viszonyulni. Az más kérdés, hogy ma már ezt a meghatódottságot aztán igazán nem látom a politikában, egész más hangsúlyokat látok, de az, amit én megéltem, azt is korrigálni kell. Hát pont arról van szó, hogy a mai politikának a beszéde az tulajdonképpen teljesen annak a hazugságnak a szerkezetét hozza, és nem csak a helyét és nem Magyarországot akarom ezzel a helyi politikának. Tehát a kiüresedés van, ami egyébként nyilván a 90-es években nem így volt. Tehát ahogy mondod, hogy bizonyos távlatból beszéd, de a közéleti beszédnek a leromlása, elsőkényesedés, és nem csak a politikusoké, hanem az, hogy valamilyen módon egy hit, vagy a világnak az átváltozása, egy kicsit patetikusabb. Ez egyrészt az a történet, ahol ritkán történik meg, hogy egy zsarnokság, most mindegy, hogy de összeomlik az életünk, ebbe azért nem mennem. Ez nyilvánvaló, hogy aki a nyilvánosság előtt beszélt, akár a költészet felől, akár a politika felől, egy kicsit megemelte valamiért, és nyilván az is volt, hogy azokról a nagy szerepektől viszont el kellett búcsúzni, hogy a költészet szerintem csak már a diktatúra értett. Tehát a 20. századi magyar költészet, tehát sokszor visszaterelt a 19. századi beszédhez az, hogy nem voltunk szabadok. Igen, tehát az értelmiségi szerepnek szerintem megvan, megfigyelhető ez a hullámzása, tehát hogy bizonyos időszakokban megvan a maga romantikája, a maga túlhajtott pátosza ez a magyar értelmiségi szerepre és a magyar költői szerepre igazán jellemző volt, ugye ez hát lassan két évszázada, vagy legalábbis több mint másfél évszázada próbált tőle szabadulni a magyar költő, és nem sikerült. Tehát ez Petőfi óta ugye ez a pátosz, ez a vállalt felelősség, a vállalt feladat, és hogy rajtunk múlik minden. Nem tudom, hogy 1848-ban mennyi múlott Petőfin például, azt hiszem, hogy nem annyi, mint amit mi legalábbis egy ideig utólag gondoltunk, és akkor ennek aztán megvan a visszaütése, az irónia, meg az önmarcangolás, meg az önleértékelés is, ami megint csak nem jó. Ezért pont arra említetted, hogy ő mennyire bánkódik, hogy a Süket Gyulaék, hogy mi hogy írhatta meg a nagyidai cigányokat, vagy a cigányban mondja, de a nagyidai cigányokban utána Bolond Istóba bánkódik, hogy ugye a nemzetet gyalázt, vagy a keménynek a forradalom utána. Az önszembenézésnek csak ezt a nagyon önkínzó változatát, másrészt, hogy diktatúrában, elnyomásban nem lehet a saját hibáinkról beszélni, vagy csak megemelt módon, és pont az irónia, hogy egy másfajta nemzetszemlélet, vagy önmagunkhoz való, és nem csak a nemzethez, önmagunkhoz való viszont. Másrészt ez a kitüntetettség, hogy a magyar költészet igen, hogy nem egy közösség képviselő, hanem egy ürge beszél, amikor sok tekintetben egy valaki közülünk beszél, mindig valahogy ezt egy ilyen szerep, és ezek mindig a szerepnek a kifigurázása, ha tetszik a közéleti szerepednek, és a életrajzi vonatkozásunk, de ennek a költői hagyománynak, ami ilyen megemelt többletben beszél a világról. De akkor valamiket meg, ahogy mondtad is, az, hogy a politika egyszerre vált unalmassá, mert valami helyett volt a költészetben, vagy allegorizált, hogy törökökről beszélt, az oroszokra gondoltunk, ez valóban nagyon lebutította a magyar irodalom. De hogy egyben ott is hagyjuk, hogy ne beszéljünk közös dolgokról, beszéljünk a hajnalról, vagy a szerelemről, az viszont hülyeség. Az irodalom soha nem elégetett meg valami normákkal. Ahogy a depoetizált, vagy a politikától távoltatta, úgy visszatüremlik, és ez nem, ahogy az ÉS-be próbálták előadni korábban, hogy ez most akkor az Orbán rendszer miatt történt. Minden normális költészetben jelen van.
van, amikor felerősödik, ellenzéki rossz verset is írnak eleget, de az is, hogy akinek mi áll jól, és többé, az, hogy a saját múltadra is reflektáltál, nem csak ebbe a kerítéskötelbe, ez elindult, és ez szerintem ez egy nagyon fontos része, mert egy költői hagyomány újít meg, és visszáll. Azt, hogy a 19. században így volt, az nem egyszerű, hogy az végtelen, hogy semmilyen hagyománytól nem búcsúzunk el, hanem hogy érvényes van, hogy megszólal. Alapjában véve én azt gondolom, hogy nem arról van vita, nem köztünk, mert köztünk semmiféle vita nincsen, hanem úgy általában az irodalmi életben, vagy a közéletben, hogy milyennek kell lenni az irodalomnak, jónak kell lenni, tehát jó verseket kell, érvényes szövegeket kell írni, érvényes prózát, és nem, még azt sem hiszem, hogy a kritériumrendszer az ne lenne igazán koherens. Nem azt mondom, hogy egységes, ez nem igaz, de hogy ezzel kapcsolatosan ne létezne egy koherens kritériumrendszer. Itt inkább vitánk saját magunkkal szokott lenni, vagy ha egymással, akkor is nem arról, hogy milyen a jó vers, hanem hogy mi a dolga, vagy van-e dolga, vagy egyáltalán meg kell szólalnia, nem kell megszólalni bizonyos kérdésekben költőnek, írónak, értelmiséginek. És meg kell mondanom, hogy én ma már azért megpróbálok leszámolni ezzel a dilemmával olyan értelemben, hogy nem gondolom, hogy az életünk, az életrajzunk az nem része annak, amit írunk. Akkor is, hogyha életrajzottól függetlenül is érvényesnek kell lennie a szövegnek. Másrészt pedig apropó generáció, az én generációmnak is, meg a néhány következő generációnak is elég nehéz dolga van. Itt Magyarországon is, de Erdélyben mindenképpen, mert nehezen tudjuk mi tárgyilagosan és elfogulatlanul szemlélni azt, amit teszünk, amit írunk. Mi abban szocializálódtunk, úgymond 1989 előtt, hogy nem csak Petőfi idején, vagy nem csak Petőfitől errefele, hanem például egy ilyen elnyomott kisebbségi helyzetben, de hát minden normális ember kisebbségben volt a kommunista diktatúrákban, tehát egy kisebbségi helyzetben az írónak annak megemelt szerepe van, a szónak hatalmas súlya van, és hát én azt gondolom, hogy észrevétlenül vagy tudat alatt azt szeretnénk megismételni azokat a helyzeteket, anélkül, hogy visszavágynánk ezeket a rendszereket, amikor tömegek áramlottak mondjuk Marosvásárhelyen vagy Kolozsváron színházba, azért, mert a harmadik felvonásban valahol elhangzik egy mondat, hogy nincsen hús, vagy üres a polc az üzletben. Egészen más kontextusban volt ez a mondat, de ezért az egy mondatért, és ilyen valóságos mondatokat lehetne idézni, hát megteltek több előadásomnál a színház termek. Na most, hogy ennek semmi köze színházhoz, semmi köze irodalomhoz, ez igaz, de hogy az életünkhöz köze volt, az legalább ennyire igaz. Ezt nehéz utólag is tisztába tenni, és nehéz újraértelmezni ezeket a szerepeket. És az is ugye, hogy nyilván akár a kisebbségi helyzetben és egy korábbi irodalmiság normája szerint a költészetet mindig valami szép beszéd, valahogy a nyelvnek egy ilyen kitüntetett és nagyon erőtesen retorizált művészek alapított beszéd, az jelentette a költészetet. Ez a magyar költészet, mondjuk honi változtatlan, hamarabb lebomlott, de a Lászlóti éppen ezt kezdték ki, és ilyen, ha tetszik, hétköznapi nyelvet használtok, ami nyilván mindig alakított, az nem a közbeszédnek egy átérzés, még nem kettő, meg ahogy a költészetnek valamiféle célja vagy találta van, attól való megszólítani. A költészet mindig szabadban olyasmit akar elmondani, amit még nem mondtak, miközben úgymond nem új tartalmakat tár fel, hanem megmutat valamit abból, ami a nyelvnek a teremtő hatalmából. Amit az kreáció is, nem leképezés. Na most van egy olyan verset, amit tökben, és azt még utoljára szeretném bemutatni, tulajdonképpen valami arról, hogy a másik mennyire megszokhatatlan. Hisz a kerítésben valahogy éppen ez ellen tiltakozó, itt pedig valami olyan szintén gyerekkori tapasztalatot társít, hogy a másikkal nem lehet együtt élni, és mégis együtt kell élni. Ezt a tabut nagyon kevesen merték megérinteni, ha mondjuk így a
kisebbség többsége relációjában, nem ilyen nacionalista kizáró alapot. Te most a Dezodor című versre gondolsz. Igen, hát hogyha konformálódni, igazodni akarnék a szokáshoz, akkor ehhez a verset oda kell volna írnom, hogy 12 éven aluli gyerekek csak szülői felügyelet alatt olvashatják. Ezt azért hozom szóba, mert fogalmam sincs, hogy na is, ha például egy filmet szülői felügyelettel néznek 12 éven aluli gyerekek, akkor ez miről szól? Tehát, hogy időnként eltakarják a gyerek szemét, vagy miről szól ez a figyelmeztetés. De ez nem, ez csak nagyon közvetve kapcsolódik a vershez. Dezodor. Nem volt még dezodor, csak olcsó környivíz. Ahogy a hó alól kilátszanak a rothadt fűcsomók. Asszonyok csapzott hónalja az autóbuszban, izzadság volt a virágmintás blúzon. Illat sehol, csak átható szagok. Az ágy alatt az éjjeli edény. Zöld legyek a trágyadom fölött, híg trágyalé a betonmedencében. A zsír szaga, a hús szaga, az odakozmált tej szaga. Ki emlékszik még az odakozmált tejre? Nem ez az igazi büdösség, hanem a büdös kommunisták szaga. A büdös oláhok szaga. Élénken emlékszem ma is. Ha felszállnak a vonatra barna posztóruában, szétáramlik a jútúró szaga, mindent eláraszt egy pillanat alatt, és még ez sem a gyűlölet szaga. A gyűlölet elviselhetetlen. Nem lehet közel menni például egy cigányhoz, ölelni, csókolni, Jézus Mária. Másféle mirigyek, másféle nedvek. Olá, magyar, szláv, bűz, mindégre egy bűz marad. Más-más büdösség tart meg minket. Természetesen a zsidók is mind büdösek. De erről akkor nem hallottam. Friedman doktor bácsinak orvosság szaga volt, ami viszont nem számít büdösség. Nem felejthetem a penicillin illatát. Apró üvegpalack gumidugóval. Nálunk nem nagyon voltak zsidók. Román is csak néhány, például rendőrök. Kint az utcán kommunisták voltunk mindannyian. Nagyanyám szerint bűzlött már apám is. Jól fogna most egy szagdetektor, akkor viszont veszélyes lett volna. Mint a gáztűzhely fölött az érzékelő, de fordítva. Érzékelte volna, ha valaki nem kommunista. Szirénázva leállította volna a kommunizmust. Igen, a büdösség hiánya is árulkodó lehet. Lehet, hogy büdös vagyok én is. Nézem, hogy a többiek befogják-e az orrukat. Évekkel ezelőtt csúnyán meghűltem, napokig náthás voltam, nem éreztem a szagokat. Azóta is gyenge a szaglásom. Egészen közel kell hajolnom, akkor sem érzem. Migránson, cigányon, zsidon, románon és magamon sem. Pedig képtelenség, hogy ne legyen szagunk. A megváltó is halmozottan büdös volt, amikor feltámadt. Emberszag, hullaszag, semmi rózsaillat. Az utolsó vacsora maradványai, ahogy szétfröccsentek a test nyílásai. A gyűlölet csillapíthatatlan bűze mindenütt. Az óriás plakátok mögötti üresség. Vágyom a zsúfolt autóbuszok izzadság szagára, a szeretet felejthetetlen illatára. Akár végszó is lehetne, de még egy kérdés. Ugye ez a kötet nagyon sokféle típusú verset, most olyanokat vettünk, ami inkább a közéletre, de nagyon sok a nagyon személyes számvetés ebben a történetben, a visszatekintés. És abban érdekes, hogy a korábbi kötetedben is egy ellentétben az időskori, vagy az érettség felé tartó embernek a keserűségével sok tekintetben sok boldog vers van, ami szintén nagyon szokatlan a költészetre, hiszen mondjuk a legtöbb emberek viszonylag fáj az élet.
számomra viszont ez ellentétes. Igen, tehát azt gondolom, hogy azért valahol a harmóniát meg kell lelnünk, és nem hiszem, hogy versben is szégyelni kellene a harmóniát. Igen, tehát ezt tartom szokatlannak. Igen, az irodalom az általában nem az összhangnak a helye, nem az összhangról szól, nem a rózsaszínű szépségről, de azért a magánéleti boldogságot, vagy a harmonikus társ viszonyt véleményem szerint be kell vinni az irodalomba, és ez is benne van. Ez is benne van ezekben a versekben. Persze sok másfajta keserűséggel elegyítve. Ugye ez a kötet, mert van egy másik, ami az asztalomon van, ez ugye inkább szabad verseket tartok meg egy szonettét. Hogy vannak ezek a kötő szabad versek? Tehát ez majd reklám helyen, mert talán, ha jó gondolom, egy év múlva ezt is látni fogják, de akik követik mondjuk a lapokat már tudják. Benned ezek a, ugye mondtad, hogy prózát nem írsz, viszont a versnek most már nagyon sokféle formáját használod eléggé fölváltva. Igen, hát az az igazság, hogy nem csak most, hanem hát úgy 25-30 évesen is irigyeltem azokat, akik ráleltek egyfajta hangra, és azt mélyítették, tették teljesebbé. Ez nekem nem sikerült, ez nem biztos, hogy erény. De az sem biztos, hogy baj. Én például nagyon szívesen, nem szívesen, mert írni nem szívesen írok, nem hiszem, hogy van, aki szívesen ír, de nagyon jól érzem magam végül is a már megírt szonetben, hogy fogalmazzak így. Tehát sok szonettet írok, teljesen kötött forma, ez egy kihívás számomra, de azt is érzem ugyanakkor, hogy nem igaz, hogy egy hangunk van, egyetlen hangunk van. Nem igaz, hogy egyetlen formában kell megtalálnunk magunkat, és ha így viszonyulunk a világhoz, akkor nem is fogjuk megtalálni magunkat. A szonett esetében például elég jól kimutatható, hogy hogyan egy idő után, ha nem vigyázol, hogyan válik kopogósá, hogyan válik üressé a forma. Minél könnyebb szonettet írni, annál inkább meg kell szólalnia egy vészcsengőnek, hogy ez már rutin, és akkor el kell fordulni, és hát szabad verset kell írni, vagy másfajta szövegeket. Ebben persze ez az én pedantériámat és a rendérzékemet nagyon zavarja, és ezt le kell küzdenem. Például máig nem tudom, hogy jó-e az, hogy ebben a könyvben szonett nincsen. Tehát szonettet nem tettem volna ide be, mert az aztán végképp felborította volna az én fegyelmemet. De vannak benne szabad versek, vannak drámai, van egy-két drámai hangusban megírt szöveg, azért mégsem igazán szabad vers, és vannak benne ilyen félrímes, laza, de mégiscsak jambikus, kötött versek is, és akkor le kell küzdenem nekem magamnak is azt, hogy a világnak, annak egyfélének kell lennie, egy formának kell lennie. Azt gondolom, hogy nyelv és költő, nyelv és szerző, az kompromisszumot köt egymással, nem a nyelv diktálja nekem, hogy szabad vers legyen valami, de én sem tudom rákényszeríteni a nyelvre azt, hogy ne legyen szabad vers valami, ami abba kívánkozik. Ezek ilyen kompromisszumok. Ez jó, hogy említetted, mert egy költő sem egyféle, és az a jó, ezek mindig irodalmi konstrukciók, az még rosszabb, hogy a költészetet vagy az irodalmat úgy akarják, hogy most erős törekvésé válik, hogy akkor két osztatú van, egyik ilyen és a másik kormánypárti. Ez egy baromság, az egész magyar irodalmak egy leszűkítését jelenti, ezt nem gondolom, hogy egyetlen költőnél is lehet
csinálni, mert vannak olyan szerencsés alkotóköltők, ami zártabb életművel, de mindenki törekszik arra, hogy ezt a sokféleséget, amit a nyelv és ő hozott, a politikai kétosztatúságban csak egyszerűen lebutít bennünket, amit már megértünk. Ezt nem hiszem, hogy bekövetkezik, de vannak mondjuk az intézményrendszereket felszámoló jelek és csaholások, amelyek ezt gondolják el. Azt gondolom, hogy nem politikailag kell tűntök, hanem az, ahogy az ember alkot is van. És a kötetednek ezt a több szólamoságát, amely lezáratlan, pont az írásban szerintem az érdekes, hogy nem tudjuk, hogy hova tart, de remélem, hogy arról valamit számot adtunk, hogy mi nagyon más a mozgások, és nagyon élő költészet a Marko Béláért. Köszönöm szépen a Béláért, és ennek a kívánok.